Ő is a helyére kerül. Mindenki a gépben. Start. Elindult a Zborai László emlékverseny Űrményi díj. A start után jól van verseny, mert röptűz elmegy, talán majd Justitia Formi vezetni. De ott van Freddie Mercury és Night Sun is közvetlenül a frontban. Steindarter két tupári egyelőre mezőny második felében. És Olivia az, aki 2-3 hosszal a mezőny végén egyelőre zárja a sort. Justitia Formi az élen. Előnye nagyjából egy hossz röptűzzel szemben, további egy hosszal érkezik Freddie Mercury. Aztán következik Krabat, Krabat mögött jön Steindarter, mögöttük két hosszal Olivia, illetve Keitu Pari és Night Sunny, az, aki most visszaesett az utolsó helyre, és egyre komolyabb most már a hátránya, a fronttal szemben egyre inkább kezd leszakadni. Justitia Formi diktálja továbbra is a tempót, amikor az ügető átjáró ezért most már a mezőny mögött, ott van röptűz és Freddie Mercury, Olivia jön egy picit feljebb, ott van közvetlenül Krabat mellett, Steindarter, és továbbra is Keitu Pari zárja az élmezőnyt az utolsó 1000 méteren belül, még mindig Justitia Formi jár az élen. Justitia Formi mögött jön az egyik favorit röptűz, a másik favorit Krabat is viszonylag közel van, ott van a negyedik helyen, kettejük között Freddie Mercury, Steindarter is egy picit javít a pozícióján, Oliviát egy kicsit már kell lovagolni, és mint hogyha kezdene leszakadni, Keitu Pari zárja egyetlenre az élmezőn, de neki is azért most már jó 6-8 hossz a hátránya a fronttal szemben. Egyelőre mindig Justitia Formi vezet, bár egyre erőteljesebben kell lovagolni mögöttük, a favoritok nagyon-nagyon jól jönnek. Ott van röptűz, könnyen jön Steindarter, jól jön Freddie Mercury, és azt hiszem, hogy Krabattal majd megint kívül próbál elindulni Georgiev. Röptűz áll az érre, az utolsó 300 méter kezdetén, mert a Freddie Mercury nagyon erősnek tűnik. Krabat próbál elindulni Steindarter, és jön még Keitu Pari. Keitu Parinak jó módja lendülete, de még néhány hossza hátrány a fronttal szemben, az utolsó 200-hoz közeledve. Vezet röptűz Freddie Mercury, és nagyon jön Keitu Pari kívülről. Ő jön a legkönnyebben, de már csak 100 méterre van a hátra. Röptűz vagy kívül Keitu Pari, és Keitu Pari hatalmas finissel a célban meg fogja verni röptűzt. Keitu Pari a nyerő. Röptűz a második. Freddie Mercury, Krabat csak a negyedik, Steindarter az ötödik. Na, Keitu Pari hátulról jött, az élénes elején még nagyon hátul volt ez a német tenyésztésű telivér, It's Gino ivadék, és József Rosszivál az álmodó is. Jó, tudtuk, hogy 1007-re futott Pozsonyban, tehát azért... És jól mozgott. Hát ez azért ez nem lenne meglepetés, hogy azért úgy tűnik, ezek a pozsonyi csikó eredmények mindig igen volt, csak hogy hátulról nagyon szép verseny volt, gyönyörű verseny volt. Elsétál mindenki, mert hát Krabat megint valami hasonló, mint a kritériumban. Elindulna, de nincs meg benne az átütő. Hát, amit vártunk a Szent László díj után, ahol elindult és fölfutott Pandára, tudta hozni. Azok után ezek a futások csalódások. Freddie Mercury korrigál. A nyolcadik futam nem hivatalos befutási sorrendje. Kettes, hármas, egyes, ismétlem, kettes, hármas, egyes. Álmodó Istáró sikere. Jó kis ló ez. Kettő, három, egy, nem hivatalosan befutási sorrend, így van, ott van Krabat, ott van Steindarter, még nagyon közel, és a többiek már tisztes távolságban. Freddie Mercury sokkal jobban fut, mint a magyar